Idén körülbelül két héttel korábban megkezdődött az aratás megyénkben, pedig hagyományosan Péter Pál napjához, azaz június 29-éhez kötjük. A tavaszi időjárást is az asztályosság jellemezte, már márciusban is 30 foknál melegebb volt, és a csapadék is későn jött. Vagy két héttel előbb kezdődik az aratás itt a mi térségünkben is, el is kezdődött már az őszi árpának a betakarítása. Körülbelül 46%-át takarítottuk be a megyében. Ezek olyan jelzése vannak, lehet, hogy kivételesen a jobb területekről történtek ezek a betakarítások, de ezek nem mutatják azt, hogy kevesebb termet volna azzal az időszakhoz számol, hogy két héttel előbb kezdődik a betakarítás. Sőt, ez a betakarított százalékos arány még jobbat is jelez, mint a tavalyi volt. Ez azonban nem befolyásolja negatívan a termés mennyiséget, illetve a szemek fejlődését, közölte Rácz Imre. Hozzátette, a megyében nem kell számolni rossz termés átlaggal. Jelenleg a megye délnyírségi része tekinthető a legaszályosabbnak. Ott április 4-e óta mindössze 16 mm csapadék hullott, amíg más területeken egyszerre több mint 25 mm esett. Ez jót tett a kukoricának és a napraforgónak. Jelenleg nagyon jó fejlettségi állapotban vannak. A termés átlagok az elkövetkezendő időszakban kezdődően a búzára, a rozsra, tritikáléra gondolva körülbelül a tavalyi mennyiséget tudjuk betakarítani, ami egy közepes termésnek várható, és a országos átlagban is a közepese, én úgy gondolom, hogy az idén egy jó nap mondható lesz, ugyanis a kalászosokból kevesebb mennyiséget várunk országos szinten. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az aratási terület összesen több mint 48 ezer hektár. A helyi gazdák legnagyobb arányban őszi búzát, tritikálét és repcét takarítanak be.